magyar hangok. Kisfalvi Krisztina, Orosz Helga. Varga Gábor. Sánta Anna Mária. Mózer Károly. Martin Márta. MacLeod lányai. Az előző részekből. Tudod, Jody unokatestvérünk ránk hagyta a részét. Szeretné, ha a Drovers a családban maradna, így mi kaptuk meg, és Jesse. Jesse, ne menj, maradhatsz. Csak mondd ki. Volt valaha egy másik életem, és te visszaadtad nekem. Az ott nem vesz, Martin? Te tudtál róluk? Igen, hát persze, hogy ne. Veled leszek. Mindenképp. Megtalálom a módját. Figyi! Újra! Kérlek, segítened kell egy tőle boldogulom. Persze, nincs semmi baj. Úgyhogy végre találtam neki nevet. Alexander. Igaz, fia. A Drovers rannak és kilörnének. Oh. Elnézést. Eltűnt az egyik csomagom. Ott jönnek ki, ahol bemennek. Isteni. Gyere, Márki. Segíthetek? Nem, megy ez, köszi. Nem akarja, hogy gyorsan kitépje? Nem akarom, hogy csak úgy kitépje. Három nővér. 200 dolcsimba fájt. Egyszerűbb volna levenni, úgy könnyebb lenne kiszabadítani. Nyugi, nem nézek oda. Várj. Ó, egyébként szívesen. Ha úriemberként viseltedett volna, még meg is köszönném. Talán, ha nem félteni annyira a drága blúzocskáját. Mi lenne, ha eltűnnék az útjából, és többé nem találkoznánk? Legyen. Helyes. Hölgyem, a táskáját keresi? Elárulná a nevét? MacLeod. Jasmine MacLeod. Területén napos, száraz idő várható. Azt hiszem, jobban hozzászokom. A tengerpart felől esőfelhők érkeznek, némi hideg levegőt tolva magunk előtt, de esőzésekre nem kell számítanunk. Ó, mit műveltél? Várj egy picit. Ti vártok valakit? Nem ismerős a kocsi. Oké, ez most trükkös kérdés. Vannak lánytesóid? Hát persze. Akkor sejted, miről beszélek. Gyere, megérkeztünk. Jazz? Oh. Istenkem, Jazz! Ezt el sem hiszem. Ő a hugozok? Gozos vagy? Tudom. Ő Jazz királylány. Téged viszél hozzá? De jó, hogy látlak. Én is örülök neked. Ó, jól nézel ki. Találtam egy kecskét.
Nem érhettem ide a temetésre. Ha mondod, elhoztunk volna a reptérről. Nem akartam gondot okozni. Ó, úgy örülök, szörnyerég nem láttalak. Igen, régen volt. Bizony. Grace megmutatta néhány versenyedet a neten. Tényleg? Láttam néhányat. Ó, és tartalékos lettél az olimpiai csapatban. Olyan izgalmas. Igen, és félelmetes. Biztosan sokat kell edzened. Hetente 7 napot. Tehát nem marad sokáig? Na, majd meglátjuk. No csak, Xander befejezte a szundiát. Ha ébrem, az évesen megismerném. Hát persze. Ó, hogy van a kecske? Már jobban. Jobb lenne serpenyőben, mangó csatnival, papadummal. Fejezd be. Épp olyan, mint te. Sokak szerint Alexre hasonlít. Alex jó ember volt, és nagyon kedves. Sokat tett értem, visszaültetett a nyeregbe. Neki köszönhetem, hogy még versenyzek. Tudom, hogy köztünk nem ment minden simán, amikor találkoztunk. Ugyanaz már a múlté. Szeretném, ha tudnád, hogyha bármiben segíthetek, csak szólnod kell. El sem tudom képzelni, mit élhettél át. Köszönöm. Nos, farmert húzok, gondolom van meló. A munkából errefelé sosem fogyunk így, de kipihelhetnéd a repülőutat. Segíteni jöttem. Ah, nem telt bőrönt készletre? Ez a poén mindig magammal viszem. Oh, ez nem is az enyém. Magod? A társaságnál megígérték, hogy előkerítik. Ó, jól van, kis ember. Bocs, mennem kell. Oké. Okay. Gondoltam, csatlakoznék hozzátok. Ó, hozok nyerget. Mi dolgozunk. Az nem a te stílusod. Hát nem is tudom, szívesen kipróbálnám. Komolyan mondod? Ugye csak szórakozol. Na jó. Mi lenne, ha nem ködösítenél? Mi? Ha mondani akarsz valamit, bökd ki. A lényeg, hogy mi munkából lovagolunk, nem szórakozásból. Nem galoppozunk, nem ugrálunk át csíkos rudakat. Elmagyarázhatom a díjlovaglás pontozását, ha még most sem érted. Nehezen tudnád tartani velünk a tempót. Ó, nem kell féltened. Megfuttatlak a pénzedért. Hogyne. Lehetünk lovagolni? Készen állok. Gyerünk! Ha álmodod, félfejjel legyőztelek. Túl gyorsan száguldoztatok.